Srácok, tényleg nem hiszem, hogy ez egész megtörténik. Nagyon ijesztő ez, ez egész. Van, én nagyon félek. Léci, tudom, Szabi, haza. Nyugalom, én is félek, de az a gond, hogy... haza! Jó, nyugi srácok, amúgy itt van egy város, wow. Elég érdekesen néz ki. Srácok, a következő rendezvény nem máshol lesz, mint Miskolcon és Szegeden. Hogyha el szeretnétek jönni meghallgatni a vadonatúj zenéket, vagy esetleg a nagyon menő új filmünket megnézni, vagy akartok PD-s termékeket venni és velünk találkozni, akkor mindenképpen jöjjetek el, ott leszek én, kis Szabi. Szóval srácok, siessetek, még van egy pd.hu, vagy pedig a leírás legfelső része, és találkozunk ott. Srácok, haza, de az otthonunkat ellepték a zombik, nem tudunk hazamenni. De Dani ott maradt, akkor jól megyünk. Macim. Jól van, nyugi, majd egyszer majd visszamegyek, és majd minden... Nekem még az összes húsom. Majd minden majd el fog tűnni. Ajaj. Srácok? Mi az? Igen. Azt mondom, hogy kifogyott a benzin. Nem, nyugi, nem, nekem nagyon nem annak tűnik, de ja, szerintem ezt be kéne foglalnunk. Igazából úgy sincsen benzinünk, sehova sem menni, meg semmit Dani, nem tudunk igazából csinálni. Élek. Nyugi, Szabi, figyelj! A biztonság kedvéért, Dani, ezt meg kell tennem. Srácok, gyertek ide, le kell ülnünk, egy kicsit át kell beszélni. Mit csinálsz? Fogd meg a kezem is, gyere ide! Istenem! Menj ki. Na, gyertek srácok, üljünk le és beszélgessünk, figyeljetek! Aj, szóval az a helyzet, hogy nincsen kajánk, nincs elég lőszerünk. Nem már, Szabi, ne ijesztegess már meg kist. Köszönöm, már te is hosszol, sőt, te jobban. Jó, igen, nyugi jó. Már, itt nincsenek zombik, és ennek most egyelőre örülnünk kell. De nincsen kajánk, kis, gondolom, te nagyon éhes vagy. Ja. Ja, Szabi, gondolom, te is éhes vagy. Igen, és van egy ötletem. Hát, mi lenne, hogyha megennénk kist? Tudtam, hogy ezt akarod mondani, és ez pont erre akartam szerezni, hogy szerintem én arra szavazok, hogy első és Szabit tegyük meg. De mi legyen? Hát, mert kis a barátom. Kis? Miért megharaptak? Kis? Megharaptak. Nem is adottam meg. Agya kell. Nagyon rosszul játszod, mert nekem nincs jó, agyam, szóval nem tudnám mit megenni. Te... Jó, és ezt nekem honnan kell tudnom, hogy amúgy zombi vagyok, akkor is megcsócsállak. Oké, várjátok, akkor Szabinak van ilyen különleges képesség, akkor Szabi, te velem jössz, elmegyünk megnézni kis azt a falut, ami itt van, te addig védd meg a bunkerünket, jó? Én biztos, hogy nem megyek innen sehova. Nyugi Dani. Kis, oké. Jó, nézd, vannak itt ilyen deszkák, hogy támadnak. Ha támadnak, akkor deszkálsz be a bunkert, oké? Nem, én bebújjak ide a hűtő mellé, a szavasz. Áj, Istenem. Na, gyere, Szabi. De én inkább maradnék itt, ha nem gond. Egyedül meg nem tudok elmenni kaját szerezni, szóval muszáj velem jönnöd. Jaj, jó, menjünk. Na, nyugi, figyelj, egy mindenkiért, mindenki kettőért. Mi? Hát ez nem is így van. Nem, hát jó, lehet. Akkor várj, egy mindenkiért, mindenki értem. Köszönöm. Na, menjünk, gyere, figyelj, nézd. Ó, ott egy róka. Levadász a rókát. Ó, várjál, ez kis vuk. Kis vuk? Ilyen vuk. Hé, nézd már, epilepsziás rohamot kapott. Hát jó, minden. Na, most már jól van. Jó, én nem bántok rókákat, szóval hagyjuk szegény rókát. Na figyelj, be kell mennünk ebbe a helybe. Nem tudom, hogy itt hol lehetnek lootok, de nézd, kell nézzük. Nézd, itt be lehet ugrani. Figyelj. Gyere, elkaplak. Oké, várjál, figyelj, 3, 2, 1. Gyere, várjál, gyere. De nem leütnöd kéne, Szabi. Jó, tudom, fogod a kezem. De... Meg vagy, jó. Na, jó, hagyjuk is. Ajaj, azt hiszem, itt nagyon sokan vannak. Dani, itt van fönt egy az emeleten. Látom, Jézusom. Dani! Jó, jó, majdnem. Jó, figyelj Szabi, spórolnunk kell, mert nincsen túl sok lőszerünk. Jó, jó, óvatosan, Dani, óvatosan, le ne es. Jó, nyugi, nem akarok leesni közéjük, jó, még egy meghalt. Jön fel a tetőre, azt is lőd meg. Jó, jó, megvan. Jön a többi is a lépcsőn. Jézusom. Várjál, átugrok. Kifogytál. Jó, egy kicsikét. Jézusom, gyerünk. Oké. Vannak még, mert én már nem látom őket. Nem, már nem. Ja, de itt van még egy, Ott jön. Látom. Kettő is. Úristen. Jézusom. Nem tudom, szerintem meghaltak. Meg vagy? Azt hiszem. Na várjál, felveszem az összesnek az ilyen lelkét. Ezeket gyűjtenünk kell, gondolom. És amúgy, ja, szerintem jól állunk. Na jó, figyelj Szabi, nézzünk körbe, hogy mi van itt, mit találtunk. Van valamhol étel. Ebbe van! Sniper! Van sniper! Találtál snipert? Aha.
Én ez... Oh, Szabi, találtam 27 darab pisztolylőszert. Dani, nézz ide! Ne rajtam teszteld! Nyugi! Csak kipróbáljuk, hogy működik-e. Jézusom! Hú. Na jó, vicceltem. Finom ez az alma. Minden nap egy alma. A zombikat távol tartja. Igen, de látod, hogy találtam kaját? Na, de... Nem kéne megenni az egészet, Dani. Igazából lehet hagyni kéne. Jó, nyugi. Más is egyen belőle. 17-et hagytam nektek, na várjál. Menjünk haza és szóljunk kisnek, biztos örülni fog ennek jó. Almának. Igen, viszont srácok, nagyon remélem, hogy tetszett nektek ideig ez a videó, és igen, akkor nyomjatok egy hatalmas like-ot, ugyanis akkor támogattok minket igazából a zombis túlélésünkben, és nagyon remélem, hogy igazából mindenki mellettünk áll ebben a nagyon nehéz helyzetben. Szóval, hogyha úgy vagytok valahogy a PGT teamet támogatjátok, nyomjatok a like-ot, és 1000 like után jön a következő rész, illetve létszik iratkozzatok is, hogy sem meglenne a 200.000 feliratkozott Dani Gamen, az iszonyatosan nagyon OP lenne. Szóval, ja, létszik ezzel is támogassatok. Na jó, Szabi, mi zuhan? Nem tudom, hallott kis, az láthatatlan lett? Hova tűnt? Kis, nem vagy vicces, ne legyél láthatatlan. Figyelj már, de szerintem eltűnt. Szerintem elvitték a zombik. Mi? Hát ember, nincs itt sehol se kis. Zombik? Hát milyen zombik? Olyan zombik, mint amik előbb ott voltak és ránk támadtak. Ja, azt hittem, hogy ez egy farsangi buli volt. Atya, úristen, tapsolok neked egy nagyon nagyot. Na jól van, Szabi, figyelj, nincs idő most erre a játékra, meg kell találnunk is, minél gyorsabban. Figyelj, Szabi, nyomokat kell keresnünk, hogy hol lehet kis. Nyomokat? Itt találtam, nézd, egy ilyen alma hót, vagy nem tudom mi ez. Ja, ez itt van. Ez mi ez? Ez ilyen almás hó. Almás hó? Igen, de várj, Szabi, nézd, vérnyom. De Dani, nekem egyszer azt mondta kis, hogy ő citromos hót adott nekem, de azt csak, azt ne akar megtudni, hogy mi volt. Jó, inkább nem is akarom, de tavaly mindegy. Karácsonykor. Hát nagyon kedves kistől, igen, szerintem nagyon szeret téged. Na jó, figyelj, Szabi, követnünk kell a nyomokat, mert soha nem állhat meg igazából a kaland, és soha nem hagyhatjuk, hogy kis igazából meghalljon, vagy bármi gond. Úristen! Mi az? Most jutott eszembe, hogy nem küldtem streaket. Milyen streaket? Snapchat-en, tudod? De Szabi, hát most nem Snapchat-ezünk, Istenem, meg kell találnunk kist. Várjál, itt vannak zombik. Várjál, segítek! Jézusom! Úris, de ne engem! Szabi, bocs. A zombikat! Valaki tűöltözik. Ki öltözött? Jesszusom! Úristen! Jó, oké. Vedd fel a lelkeket, különben el, nem tudom, rohad az egész világ kb. Husi, de mit keresel itt? Husi? Igen? De mit csinálsz? Te nem meghaltál? Te mit csináltak itt? Mi azt hittük, hogy meghaltál? Én a maxit nem hallok meg. De most mi van? Na várjál már! Téged miért nem ölnek a zombik? Hát, nézd, miért nem látnak a zombik? Én itt voltam bent a templomba, és ott bújtam el. Ja, de várjál már, kisnek a nyomai ide vezettek, szóval nem láttad kist? Kis? Igen, hát, láttam, hogy egy ilyen zombi csorda üldözt és arra fele futottak. Micsoda? Arra! Gyere, Dani, arra van! Jó, oké, Husi, csatlakozom hozzánk? Itt van, abban a házban vannak, gyere, Dani! Kis! Jaj, ne ordibálj már, hát nem, a zombik nem süket, vagy mi? A zombik nem, igen, nem süketek. Hát pont az, hogy igen, nem süketek, de nem érdekel. De kisnek is meg kell hallania! Itt vannak! Jézusom! Jó, nem érdekel, be a házba, srácok, mindenki, gyerünk, lő, bum! Egy HP! Nyugi, Dani, maradj mögöttem! Hát ember! Jó, oké, hillődök. Kis, hol vagy? Van egy érzésem, hogy itt fönt vannak, abba, az kinyitja ki azt az ajtót. Úristen, hát jó, Szabim, előre mész, Léci? Hol vannak? Itt vannak bent! Látom, de ne engem lőjetek már, ember! Jézusom! Azt a forog a világ! Hát látom! Reggel is röhögök. Kinyitott a Szabi az ajtót és rámrásolt egy zombi konkrétan. Jézusom! Jó, oké, azt hiszem megvagyunk. Hol vagy csak? Én csak Szabit látom, hogy itt mászkál. Husi, vedd fel, jó? Úristen, segítsetek ki, most! Te, mi történt? Nézd ki, hoztam húst! Na várjál, Ez undorító, Szabi, ez Husi, undorító. Nézd ki, egy krumpli, meg tudod sütni.
Végre kis visszatért! Te örülök neked kis! Annyira hiányoztál! Annyira hiányoztál! Nyugi, 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 nyugi! Srácok! Gyertek, haza kéne mennünk, mielőtt még többen jönnek. Mi? Be vagy rekedve, kis? Na, gyertek, gyertek, gyertek! Megfáztál! Elfogtam, hogy a kaja, csak szólok. Ajaj! Aj, Istenem! Tisztakadom, mi az, kis? Mondjad! Okos vagy. Mi? Igen, okosnak gondolom magamat néha. Mondjad! Az azt jelenti, hogy nagy az agyad. Igen, nagy az agyam, kis. Ezt jól mondod. Ezért akar nagyon sok zombi engem megenni, tudod, nem titeket. Aj, na mindegy. Te mit csinálsz? Miért? Kis, jól vagy? Kis, mi a bajod? Hallottatok, hogy kongott a feje? Az ürességtől volt. Hát nem tudom, nagyon fura. Na jó, várjátok, szipeljük akkor az... Mi az Isten? Mi kis! Kis! Felicitánzóbilet, agyonlövöm! Srácok, ne! Várjátok, van egy ötlem! Jó, oké, ez így nem jó ötlet. Gyertek vissza a bázisba! Vissza a bázisba, Jézusom! Agyonlövöm! Gyorsan vissza, gyorsan vissza! Nani, engedj be! Várjátok! Mit? Jó ötlet! Jó, nem tudja áttörni az... Oké, át tudta törni. Bejött. Aha. Mi csinál? Nem tudom. Na jó, várjátok, hogy egyeztem! Bezárom a kocsiba! De Dani, nincs benne benzin! Jó, bezárom az ajtót! Mi az Isten? Most pedig elütlek titeket, hagyasok! Srácok! Segítség! Jézusom! Na jó, szét kell lőnünk a kocsit, srácok! Jó! Jó, lesz a működött. Agyon lőhetem? Várjál, meg még kéne még neki egy esélyt adni azért. Kis! Kis, barátok vagyunk! Szerinted erre azt is megadj! Nem tudom, ad neki oda. Esik! Adj! Még így zombiként sem szereti a gyümölcsöket. Várjál, nézd! Kis! Gyere be, finom vagyok. Jó, ez így nekem így működik. Találjuk! Áldozat! Azt mondtam, hogy gyere be, kis! Nem te húsít! A macskájban finom! Srácok, hogyha akartok folytást, akkor dobjatok egy lájkot. A következő részre kiderül, hogy mi fog történni.